Szeretettel köszöntöm a kedves TV nézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik a 16. fejezetből, a 24-től a 28. versig. Aki követni akar engem, vegye föl a keresztjét, mondja Jézus. Hát így belegondolva nem egy kedves kis invitálás az ember számára, hiszen egy szenvedésről, megpróbáltatásról szól a történet. Azonban azt világosan kell látnunk attól, hogy valaki keresztény emberré válik, attól az Isten nem vesz ki bennünket ebből a világból. Ez egyébként igazságtalan is lenne, hogyha azért, mert mi keresztények vagyunk, akkor nekünk minden könnyű lenne, nem lenne betegség, nem lenne szenvedés, megpróbáltatás, vagy lelki nehézségek, vagy fájdalmak, akkor mindenki a haszon fejébe, e világi haszon fejébe ragaszkodna Jézushoz. Jézus a keresztény embert is benne hagyja ebben a világban, és itt kell megmutatnunk, hogy hűségesek vagyunk hozzá, itt kell végigjárni ugyanazt az utat, amit ő is végigjárt. Hiszen ő nem nyúlt bele az Isten a világunkban kívülről, úgymond, hanem igenis, hogy az fiát küldte, hogy közöttünk a világon belül mutasson utat a számunkra. Ő is szenvedett, neki is voltak lelki fájdalmai, amikor vérrel verejtékezik, halálfélelme. Tehát mindenem végigment, pontosan azért, hogy utána ezt mindezt legyőzze, és ajándékul az üdvösséget, az örök életet adja nekünk. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy ebben a világban kell végigjárnunk az utunkat, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az erőt az Isten fogja megadni hozzá. Nem rettenhetünk vissza a megpróbáltatásoktól, hiszen az áldozathozatal az mindig gyümölcsöt terem az ember számára. Sokszor azonban a földi javaknak a birtoklása a léleknek a kárára van, erről beszél Jézus itt az evangéliumban is, hogyha a helytelen ragaszkodásaink elhomályosítatják a végső célt, és tulajdonképpen emiatt válunk erőtlenné, hiszen az Isten mindig ott van velünk, mindig megadja az erőt ahhoz, hogy fölé emelkedjünk ennek a világnak, és valóban boldogok legyünk, megtaláljuk a szeretetnek a teljességét. A világ azonban ezt mindig csorbíthatja, bár sokan úgy gondolják, hogy ott találják meg a boldogságukat, de ez csak időleges, az igazi, az örök értékek Jézusnál vannak. Tehát ebben a világban legyünk hűségesek Jézushoz, a hétköznapokban ő az erőt megadja hozzá, hogyha kapcsolatban vagyunk vele, és hogyha valóban az ő tervét, az ő elgondolását akarjuk megvalósítani a saját életünkben. Az életünk teljes lesz, boldog lesz, de ehhez Jézus útján kell járnunk. Köszönöm a figyelmet!